Mióta a mobiltelefonok funkciói kiszélesedtek és alkalmassá váltak a fényképezésre és az üzenet küldésére, a képeslapok és a fényképek népszerűsége leáldozott. Vannak gyűjtők, akik úgy vélik, ezek kortörténeti dokumentumok egy város életének változásairól. Ilyen Bartók Ferenc is, aki fiatalkora ellenére beleszeretett ezekbe a relikviákba, és közösségi oldalán meg is osztogatja rendszeresen gyűjteményének darabjait. Ezzel akaratán kívül egy kezdeményezés elindítója is lett. Igazából már gyermekkoromban elkezdődött ez a történet, már rabul ejtettek már nagyon fiatalon a régi Szexádról készült képeslapok, meg fényképek. Ezek kivonatok a régi idők városáról, és nagyon meg tudnak fogni engem. Ez egy darab a múltunkból, és én ezer szállal kötődöm a városhoz, itt születtem. Itt végeztem az iskoláimat, mindig itt is dolgoztam, és mindig érdekelt a város múltja az, hogy hogy nézett ki régen. Először azt gondoltam, hogy magam szórakoztatásra hozom létre, aztán ahogy elindult az oldal, és teltek múltak a hetek, azt láttam, hogy óriási népszerűségnek örvendenek, és ez nagyon jó érzés, mert azt mutatja, hogy ezek mai napig értéket jelentenek az emberek számára, és akár rég elfeledett emlékeket tudnak felidézni, valakinek helytörténet, valakinek nosztalgia, úgyhogy mindenkinek jelent valamit, és ez jó érzés számomra. Az kétségtelen, hogy az elmúlt 50 év teljesen átrajzolta a Szexárd város képét. Azok, akik személyesen is megélték a régi mikéntjét, azt vallják, barátságosabb volt a mostaninál. Bartók Ferenc is ezen a véleményen van. Nagyon családias, meg olyan emberközeli, én olyannak érzem a képek alapján. Az internet térhódításával én elkezdtem mindenféle forrásból kutakodni. Én nagyon szeretek bányászkodni az interneten is. Szerencsére csodálatos források vannak arra, hogy képeket keressünk, és Szexárddal kapcsolatban is nagyon sok képet lehet találni. Mióta december végén létrehoztam ezt az oldalt, azóta még akár duplája, vagy háromszorosa lett a képeknek a mennyisége. Nagyon sokféle forrásból a közösség tagjai is nagyon sok képpel gazdagítják az oldalnak a gyűjteményét. Sikerült fölvennem a kapcsolatot régi szexádi újságírókkal, ők is gazdagítják az oldal kép almumát. Igazából én mindenképpen el tudok merengeni, és be tud húzni, el tud varázsolni, amilyen atmoszférát tükröz magából. Úgyhogy ezek az érzések, ezek szüntelenek a régi képekkel kapcsolatban, és ez aminél több képet látok, annál inkább el tud varázsolni. Feri azt mondja, amikor belevágott a képgyűjtésbe, legmerészebb álmaiban sem gondolta, hogy ennyi követője lesz. Ma minden esetre megelégedéssel tölti el, hogy nem csak számára fontos a múlt képes emlékeinek gyűjtése és közbeadása. Csak szerettem volna egy csokorba kötve átnyújtani az emberek számára ezt a gyűjteményt, hogy ezek az archív felvételek milyen nagy élményt tudnak jelenteni. A koromnál fakadóan vannak olyan épületek, amiket én már nem láthattam, de mégis nagy kedvenceimé váltak. Ilyen például a kaszinóbazárról készült képek, azokat egyszerűen nem tudom megunni, vagy a régi sétakerttel kapcsolatos fotók. Hát azokat tudnám, de nehéz egyet-kettőt kiemelni, mert szinte mindegyiket nagyon szeretem, mindegyiket kincsnek tekintem. Azok az ékei voltak a városnak, azok az épületek, és színesítették, gazdagították a városnak a épített múltját. Azt mondja, bár szívesen fényképez, azért számára a gyűjtés az igazi szenvedély. Abban egyetértettünk, hogy a mai városról is kell képeket készíteni, mert 50 esztendő múlva az akkori fiataloknak a mai Szexárd jelenti majd a közelmúltat, és találnak majd benne olyan épületeket, melyek akkor nem lesznek a város részei. Igazából ezzel születik meg a helytörténet, hogy kirakok egy képet, és ők felidéznek egy azzal a helyel kapcsolatos emléket, és ebben is van a legnagyobb értéke. Együtt írjuk meg a helytörténetet.